Szűk 3 hete mutatta be új igazolását a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakosztálya. A londoni és a riói olimpiát megjárt Stankovics Anna Miskolcról érkezett a Szabolcsi megye székhelyre. A nyíregyházi klub színeiben először versenyzett a múlt heti úszóvilágkupán, ezt megelőzően utoljára június végén állt rajtkőre. Ezt egy bő 2 hónapos pihenő követte, vagyis a világkupára egy körülbelül 3 hetes felkészüléssel a hátha mögött érkezett. Ennek függvényében elégedett az itt elért eredményekkel, a legrövidebb mellúszó számban épp csak lemaradt a dobogóról. Mindenképpen nagyon örültem az 50 mellen úszott időmnek, hiszen az, hogy 31 másodperc alá tudtam menni, az nekem nagy öröm volt, és egyfajta cél is volt valamelyest, bár nem teljesen tudtam azt, hogy mit várjak magamtól tényleg egy ilyen hosszú pihenő után. Nemzetközi mezőnyben azért voltak erős emberek, hiszen az előfutamban, illetve a döntőben is a jelenlegi 100 mell olimpiai bajnoka mellett úsztam, ami azért nagy dolog volt, és örültem, hogy azért közel tudtam kerülni hozzá. Hatházi Dóra betegen érkezett a fővárosi megmérettetésre, így nem is volt csúcsformában. Ennek ellenére 200 méter pillangón sikerült rövid pályás egyéni csúcsot úsznia, aminek nagyon örült. Ezen kívül 50 és 100 fillét úsztam, ezekben is egész jó időt sikerült úsznom, bár egy kicsit többet vártam magamtól, de úgy gondolom, hogy betegen ez is teljesen megfelelő volt. Stankovics Anna is Hatházi Dórán kívül még 2 sportcentrumos lány ugrott vízbe a csütörtökön kezdődött és szombaton zárult világkupán. A szakágvezető úgy értékelt, mindannyian az elvárásoknak megfelelően szerepeltek. Ugye a 2 döntős helyezés, Annának a 4. helye 50 mellen, illetve a 200 méter pillangón a Dórinak a döntős helyezése a 8. hely, ami egyéni csúccsal is együtt járt, én úgy gondolom mindenképpen dicséretes. A másik 2 lány, aki volt velünk szintén, hogy a Barna Biancát említve 50-100-200 mellen indult, ő még serdülőkor csoportos, ilyen felnőtt világkupán, ugye a felnőttek között főleg tanulni volt ott, de minden számában tudott egyéni csúcsot úszni, ez mindenképpen dicséretes. Az Ivet pedig a Covid utáni első versenyén versenyzett, hát éreztette a hatását még ez a dolog nála, ugye ebből elég komolyan és hosszú fejlődésből lehet ebből eredményt elérni, illetve a Magyarországos rövidpályás bajnokságra volt egy felkészülési állomás. Én azt mondom, hogy innen 5 hét van a bajnokságig, hajrá! Nincs sok pihenőjük a nyíregyházi úszóknak, most hétvégén Debrecenben a Hajós Alfréd kupán versenyeznek, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki rajtkőre áll. Ezt követően október végén a medence és hosszú távú úszóbajnokságon érdekeltek, a főversenyük pedig a novemberi kaposvári rövidpályás országos bajnokság.